Tolnaváros önkormányzata már évek óta alkalmaz diákmunkásokat. Nincs ez másként 2021-ben sem. Idén július és augusztus hónapban foglalkoztat tanulókat a városvezetés. A diákok napi 8 órát dolgoznak, reggel 7:30-tól délután 4 óráig. Ebben a hónapban 12 diák dolgozik az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeinél. Ellátnak adminisztratív feladatokat, ellátnak gyerekek mellett segítő tevékenységet, illetve van, aki fizikai munkát is végez. Ziggenheim Luca jogosítványt szeretne, és úgy döntött, saját maga keresi meg rá a pénzt, ezért választotta a diák munkát. Elmondása szerint nem újdonság számára, korábban is dolgozott már. Igen, dolgoztam akkor Bogyiszlón, az óvodában dolgoztam 2 évet. Papírügyeket igazából intézek. Igazából nem fárasztó, szóval teljesen megfelel. Ha valaki mondjuk szeretne tényleg pénzt keresni, ha nem is sok, akkor is megéri szerintem. Ezerné Huber Éva azt mondja, egyre több tanuló szeretne betekintést nyerni a munkavilágába. Úgy látjuk, hogy nagy lelkesedéssel jönnek dolgozni, érdekli őket a munka, és érdekli az a millió, ami körülveszi őket, és hát mindenképpen azt gondolom, hogy hasznos ez a tapasztalat, hogy felnőttek mellett dolgoznak, és más területet is megismernek. Minden nap dolgoznak, igen, általában 1 hónapot vannak nálunk, és nyilván az 1 hónap után járó szabadságot is ki tudják venni. Most július hónapban 12, és augusztus hónapban várhatóan 16 gyerek szeretne dolgozni az önkormányzatnál. Úgy az a tapasztalatunk, hogy talán egyre több diák szeretne dolgozni, vagy szeretne hasznosan eltölteni ezt az 1-2 hónapot.